kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését! Tavaly március 15-én megtelt a város fiatal forradalmárokkal, és ritkán látott tömeg lepte el a belvárost. Az interaktív program, vagyis a forradalom első napjának kórhű felidézése rengeteg érdeklődőt vonzott az utcára. A siker pedig új hagyományt teremtett Székesfehérváron. Bízom benne, hogy a 2011. évi március 15-ével valami új kezdődött el Fehérváron. Szeretnénk idén is egy nagy sikerű rendezvényt, tavalyhoz hasonló sikerű rendezvényt március 15-én. Szeretnénk meghívni mindazokat, akiknek tavaly tetszett, és mindazokat, akik tavaly vagy nem értek rá, vagy nem tudtak róla, vagy nem voltak Fehérváron, és érdekli őket ez az újszerű interaktív március 15-e. Ismét lesz lovas bemutató, és újra megelevenednek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történelmi helyszínei. A Pilvax kávéház, a Landerer nyomda, Táncsics börtöne és a Nemzeti Múzeum. Az ország almánál rendezett tömegjelenetben több mint 100 fiatal működik közre. Megtartják a József napi vásárt, ahol tavaly 21 különböző kézműves szakma képviselői kínálták portékáikat, és idén még többen lesznek. Szeretnénk a fehér termékben résztvevő gazdákat is meginvitálni erre az eseményre, akik örömmel vették a felkérést, tehát maga a vásári forgatag is nagyobb lesz, ugyanazokat a hangulati elemeket, amik voltak, mutatványosok, táncosok, zenészek, ezeket az idén is szeretnénk. Rabok legyünk, vagy szabadok! És még egy fontos újítás, castingon választják ki, ki legyen a város Petőfije. Lelke legyen, csillogjon a szeme, hatásos legyen, a beszéde az érthető, tiszta és szálló legyen, vigyen információt, lelkesedést. Az arca, hogy hasonlít a Petőfire, az másodlagos. A zsűriben Bakonyi Csilla és Kozári Ferenc színművészek foglalnak helyet, illetve számítanak a közönség részvételére és szavazatára. A Petőfi castingot február 11-én szombaton 9 órától a Színház kávézójában tartják, ide várják a vállalkozó kedvű középiskolás fiúkat.